Bár a kosárlabda szezon majd egy hónapja véget ért, az Albakomp vezetősége az azóta eltelt néhány hetet is munkával töltötte, ugyanis már megkezdődött a csapatépítés a következő szezonra. A fehérvári kosárlabda csapat vezetősége már megállapodott a csapat trénerével Branislav Zunicsal, valamint Keller Ákossal, akik így jövőre is az Albakomp kötelékéhez tartoznak, de más jó hírekről is be tudott számolni Halm Roland, az Albakomp szakosztály igazgatója. Folyamatosan tárgyaltunk a bajnokság befejezése óta, nyilván mind a szponzorokkal, mind a játékosokkal, hogy a sikeres szezon után jövőre is minél eredményesebbek tudjuk lenni. Ennek az első lépcsője ugye a Zunics és a Keller Ákos aláírása. Folyamatosan tárgyalunk a többi játékossal is, tehát a Simon Balázssal és a Bódi Ferivel, mind a kettőt szeretnénk itt tartani. Én azt gondolom, jó esély van az ő aláírásukra is, de ezek még tárgyalás alatt vannak. Ahogy mondtam a sajtótájékoztatón is, a Supola Zoltán visszatér hozzánk 4 éves angliai kitérő után, 1-es-2-es poszton használt a játékos. A vezetőségi tervek között szerepel az is, hogy a két amerikait, Damien Hollis és Tony Crackert is Székesfehérváron tartsák, de hogy ez sikerül-e, az még a jövő zenéje. Branislav Zunics minden esetre örülne, ha a tavalyi keret nagy részével újra együtt dolgozhatna. Az Albakomp trénere elégedett az elmúlt szezonnal, és az a célja, hogy a következő idényben is ütőképes Albakompot dirigálja. Azt gondolom, hogy a klubban belül mindenki fog maximumot adni, hogy összerakjunk egy olyan csapatot, amit tud komolyabb célért küzdeni a következő bajnokságban. Igazából egy nagyon fontos időszak előtt vagyunk. Azt gondolom, hogy van az oka az reális optimizmusnak, mert mindig viszonylag jó csapat volt az Albakompnak. Egy alapember biztosan nagyon fog hiányozni Fehérvárról, miután Hanga Ádám a spanyol ligában folytatja, de még az NBA sincs kizárva. Őt mindenképpen minőségi magyar játékossal szeretné pótolni az egyesület, jól lehet, a vezetőség egybehangzó véleménye szerint Ádám pótolhatatlan. A tavalyi év legjobbjának választott játékostól elköszöntek az Albakompnál, ő pedig a mezét hagyta itt Székesfehérváron, ahová, mint mondja, mindig szívesen jön majd vissza. Gyerekként érkeztem ide, ugye, és úgy gondolom, hogy felnőttként távozom. Tényleg nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik, itt nőttem föl, szinte második családomként tekintek, azért nagyon-nagyon sok barátom lett itt, úgyhogy ide mindig szívesen fogok visszajönni, ebben biztos vagyok, hogyha lesz lehetőségem akár nyáron, nyár elején, vagy évközben bármikor hazajönni. És úgyis biztos követni fogom a bajnokságot, mert meg hát ugye a csapattársaim, ex-csapattársaim, ugye biztos, hogy tartani fogom kapcsolatot, úgyhogy nyomon fogom követni a bajnokságot. Ami tehát már biztos, hogy Hanga Ádám nélkül, viszont Branislav Zunicsal és Keller Ákossal vág neki a következő szezonnak az Albakomp. Biztos továbbá az is, hogy a csapat vezetősége ezután is azon dolgozik majd, hogy bajnok esélyes alakulatot állítson össze Székesfehérváron.